most ismét jelentkezünk a nagy horgásztúránkról. Ez a második alkalom. Elég korán kellett kelni, de ez kutyafül ahhoz képest, hogy ma nyáron mi lesz, ugye? És most tudjuk el a gyalogost, ha ugye nem jön ki, és még fel is veszem. Na szóval, a mester vezet, és még azt nem tudjuk, hogy igazából hova megyünk, hogy Tatára megyünk, vagy kicsit tovább, de ez majd útközben kiderül. Azt se bánjuk, ha esik az eső, amíg nem fúj a szél, és nincs hideg. Egészen pontosan 2 Celsius fok van, ha lassabban menni, akkor megállapítottuk, és még mondjuk most hagytuk el az otthonunkat, de ne már. Bízunk abban, hogy nem sokára ismét becázhatunk. Mondd még egyszer. De a halak már várnak. Így van. Elindul a csapat felderíteni az által ér szakaszát. Mert mint kiderült, ide érkeztünk. Mit? Aztán kiderül, hogy mi lesz. A nagy piros Mikulás bokászik a vizek között. De megállunk egy percre, megnézzük a derítőtót kicsit közelebbről. Totálisan le van fagyva. Korcsolyázni lehetne rajta. Úgyhogy még a végén az is lehet, hogy korcsolyázás lesz belőle. Utól kell érnem a mestert. Na, megérkeztem. Mekkora pocsolyát kicsim. Nagyon durva. Na, mester, meséld el, hol vagyunk. Megyünk az által ért felé. Ezt már én is mondtam. Ami az egyetlen lehetőség valószínűleg. Mert nagyon jó volt a filmetek egyébként. Igen? Nagyon ízítésű volt ebben a mocskos. Na, itt már lehetne harcsázni. Kósfer, itt már harcsáznak. Föltörték a jeget. Ott a csónak töri a jeget. Vagyis hát lehet, hogy már nem, de régen igen. És ezek nagyon aranyos kis paházak. Itt voltunk tavaly egy hétig. Vagy csak négy napig, de nagyon jó volt. Itt volt a Dubával az ominózus eset. Itt van a kifolyó, lefolyó része a derítőnek. Nagyon szép. És itt azért teljesen fel is van olvadva az egész. Végig gyalogolunk a part mentén. Megnézzük, mi a helyzet. Van egy autó is már. Nem bízunk semmit a véletlenre. Na, nézzük. Sebes folyás. Mi? Ja. Itt töltük fel most a tavat. Az öreg tavat, gondolom. Ezt nem se tudja. Ez a kedvenc szakaszon tavasszal imádok itt lenni. A gyönyörű szép. Igaz, tele van akadóval, de ez részletkérdés. Hova mentek? Megyek utánuk. Mi van? Szenyor Kásás, tudod az ja, éve. Kásás. Anyuci, ez az éve. Kásás. Anyuci. Ez az autóm, tavam. És ott építik. Építik. Ott a házikót már. Ilyenkor kell építeni, igaz? A házikókat.
Amúgy nagyon szép, csak hát ez a tél, ez nem a kedvencem. Az már tény. Van valami tábla. Mi van odaírva? Védterület, horgászni tilos, fázik a kezem, mert remeg. A fiúk meg mennek górálni. Bálintól tanultam ezt a szót, ez ekte hajdúbihari. Sose ismertem, az azt mondta, hogy dobálni. Lehet, hogy ti ismeritek, de én nem annyira. Még beszélek itt magamban. Nem. És akkor az, hogy horgászni nem tőle erre? Hát nem dob el idáig. Be van esve, egy nagy fa is befagyott. És ott van az a kavicska, amit oda dobott. Ott. Amúgy szép. Ti most hova mentek? Mi? Az a reggel, hogy bezzeg, most nincsenek itt a bojlisok, pedig milyen jól látnál, hogy izé hol van az etetése. Hol kell dobni. Energotintesség. Ez így nagyon. Nézzünk át a levet. Hát szerintem is én tovább innen nem megyek. Mert itt hideg van. Van. Annyi látszik, hogy nézd, mert teljesen partok valakit, de a fagyok. Nem szabad. Ellesem a fiú spicait. Két éve kibaszott. Nagyon jó volt. Csak az lehetett tudni. Ne beszélj csúnyán, mert felvétel készülök. Ja. Kifütyültek. Szóval arról volt, hogy a halibutok nagyon mennek. Kiesem a tisztaikat, és akkor el tudom venni majd az ötletüket, és majd én nyerem meg a versenyeket. Mi az, hogy veszem, hogy gyalogalóban mennek át, Nektek, Laci, megvan Ember a Holdon című kategória, megyünk a hóba. De amúgy nagyon szép nyílt víz. Folyó, patak, ér. És azt mondják, hogy vannak benne nagy pontyok. Kis. Meg tenyeres, tartos dédérek. Kell figyelni, mit mondanak. Itt járt a Yeti. Oh, én meg mindjárt hanyat esek. A Yeti. Itt a Yeti lábnyomás. Három tappancsa van a Yetinek. Emlékszel, Duba, erre a fára? Vagy lehet, hogy az a fa volt? Szétvágták a székemet. Itt volt keresztbe egy fa, amin volt egy pici kis üléses kis kibélelt kis mohával kibélelt ülésként. Mindig ott tücsörögtem, és ott lógattam be a spicbotomat, és most már nincs. Elvágták. Ketté. Hát, kész. Kész vagyok teljesen.